akár iszik, akár nem. Horthy Miklós egykori különvonatát egy tóparti ház emeleti szintjeként befalazva találtak rá a szlovákiai Szencen. A közlekedési múzeum megszerezte a Turán 9-est, most pedig itt vagyok az István-Teleki műhelyben, ahol megállás nélkül folyik a restaurációs folyamat. Kukkantsuk is meg! Maga a Turán szerelvény Horthy Miklós kormányzónak a szerelvénye volt, amelynek a 9-es számú étkezőkocsiját látjuk. Maga a szerelvény nem egy egységes tervezés alapján jött létre, hanem több egykori mávos kocsiból válogatták össze, és alakították át a funkciójának megfelelően. ...2023 nyarán kaptuk meg a felkérést a kocsi felújításával kapcsolatosan. Gyakorlatilag az 1937-es állapotokat kell tükrözze a felújítás utáni állapot. A kocsinál elvárás, hogy a futóképesség, futásbiztonság és mindenféle egyéb szempontjából maximálisan megfeleljen, illetve a belső felületek, tárgyaló, a konyha, a hálófülkék, gyakorlatilag a teljes bútorzat, kárpit, faipari anyagok, konyha technológia elemek bútorzatát maximálisan fel kellett újítani. Ami a hátunk mögött található étkezőkocsi esetében egy egykori déli vasúti kocsiból alakult, tehát amelyet 1913-ban a déli vasút megrendelésére gyártottak, és 1937-ben alakították át étkezőkocsi funkcióra a korábbi termes kocsit. Minden ország szempontjából nagyon fontos, hogy azokat a közlekedési műszaki örökséghez tartozó műtárgyakat megtartsa, és be tudja mutatni az utókor számára, amelyek hozzátartoznak az ország egy-egy korszakát reprezentálják, az ország identitásához hozzátartoznak. Ilyen például Prágában Ferenc József szalonkocsi vagy Ferenc Ferdinándi, az egyik az ottani közlekedési múzeumban, a másik a Masarykovó pályaudvaron van, vagy éppen Bécsben az ottani közlekedési múzeumban Erzsébet királynének az étkezőkocsia. Most nekünk ez a Turán, ami egy híres szerelvény volt a két világháború között, ebből lényegében semmi nem maradt meg, hát az autószállító kocsi az megvan, de az igazából nem volt egy reprezentatív kocsi. Az egész szerelvény az 1945-ben Szlovákiába, Csehszlovákiába került, és tulajdonképpen a csehszlovák politikai elit hosszabb időn keresztül használta, mint a két világháború között a magyar politikai elit. Eredeti anyag az ő volt, és csak ennyi maradt meg belőle, mert a többi az nagyon el volt koszosodva, és már málott szét. Ezt az egy darabot, ami itt egy ilyen szebb darab volt, ezt ugye tükör, vagy üveggel lezártuk, és akkor utána pedig körbe kárpítoztuk, hogy lehessen látni ugye az eredetit is. Ennek a mintának alapján kellett legyártva ez a sejem, hogy valamennyire hasonlítson ugye a régi kárpithoz, falkárpithoz. Ennek a hálófülkének a belső falkárpitját rakjuk föl most. Ez egy 100%-ig sejem anyag, ami ráment. Ez alá dolgoztunk egy frizzvatta réteget plusz még egy molinót, és arra helyeztük rá magát a 100%-os sejmet. Ezt azért kell így csinálni, hogy a sejem ne kapjon feszültséget, tehát csak a maga a terhelést, maga a molinó vegye át a falról. Ezt csak rá kell simogatni, és utána körbelőni. Ez egy elég régi kocsiszekrény. Itt azért nagyon sok olyan dolog volt, hogy fa ki volt rohadva, vagy valami ott ugye azt meg kellett javítani meg minden. Tehát ugye eléggé összetett volt maga a munka, hogy föl tudjuk rakni ezt a kárpitot. A kocsi 23 méter hosszú és teljes mértékben favázzal készült, ahogyan a teteje is, és hogy a víz ne tegyen benne kárt, ilyen vízhatlan ponyvát kap a tetőre. Sajnos Magyarország nem bűvelkedik ezekben a 100 évvel, meg 80 évvel ezelőtti emlékekben, hiszen a magyar közlekedés történetet, a magyar közlekedési cégeket azt kétszer is kifosztották, egyszer az első világháború után, egyszer pedig a második világháború után. Ezért nekünk
minden ilyen jármű az különös értéket képvisel, és tulajdonképpen jobban kell vigyázni rájuk, hiszen kevesebb van, mint másoknak. Úgy szeretnénk helyreállítani, hogy ezt tudjon közlekedni. Nekem az az álmom, hogy egyszer egy gőzmozdony után kötve mondjuk egy 424-es gőzmozdony után. És hát az északi járműjavítóban, ami egyébként a Közlekedési Múzeum új telephelyéül van kijelölve a kormány által, ahol egyébként a 424-es mozdonyunkat tartjuk, a 242-es, az Árpád-Csina autóbusz, ezek mellett ez is fedél alatt tudna lenni, és azt szeretnénk viszont, hogyha időről időre ez ki tudna menni a forgalomban, ilyen nosztalgia járat kapcsán, és minél többen meg tudná tekinteni, amikor elkészül. Ugye maga a restaurálásnak most a második ütemében tartunk, amely májusban ér véget a tervek szerint. Ebben a restaurálásban több minden is segítségünkre volt. Egyrészt az, hogy maga a kocsit sikerült egyáltalán beazonosítani Szentszem, illetve egy jelentős archívumi dokumentáció is rendelkezésünkre áll, amelyek alapján szinte 100%-os pontossággal meg lehet állapítani, hogy hogy is nézett ki egykoron ez a jármű. A turán vonaton megállás nélkül zajlott az élet a két világháború között, folyamatosan változtatta arculatát és szerelvényeinek számát. Ahhoz képest, hogy a Csehszlovákiában töltött évtizedek alatt a padló deszkáinak nagy részét eltüzelték, a falburkolatok 80%-a megmaradt. De persze voltak olyan elemek, mint például a részfogantyúk, amelyeket teljes mértékben újra kellett gyártani.